10 év a zuglói lakosság szolgálatában, a közérdeklődés középpontjában, több száz helyszín és több száz műsor. Ez a Zugló TV mérlege. Beszélgető partnerem itt a stúdiónkban, Kővári Miklós a stúdióvezető, és engedjék meg, hogy tegeződjünk, miután mi kollégák vagyunk. Hogyan kezdődött? 2012, tehát ez az év, az én életemben egy nevezetes időpont. Egyrészt 10 éve, hogy a Zugló Televíziót csináljuk, másrészt a pályámat 50 évvel ezelőtt kezdtem, 1962-ben. És gyakorlatilag én azóta televíziós vagyok. A Magyar Televízióban 40 évet, és itt pedig 10 évet töltöttem el, azzal, amit olyan szépen megfogalmaztál, ezzel a szolgálattal. Zugló Televízióba úgy kerültünk, hogy 2002-ben az önkormányzat egy pályázatot hirdetett meg, melyben kérte, hogy önkormányzati műsort kell gyártani. 8 cég pályázott, mi is Szemenyi Bettivel, áldott emlékezeti kolléganőmmel, és ezt a pályázatot mi nyertük meg. Egyrészt azért, hiszen mind a kettőnk mögött egy nagyon régi televíziós múlt állt, másrészt mi voltunk a legolcsóbbak. Tehát nálunk egy szempont volt, hogy olcsón, de jól megoldani a feladatot. Ezen a pályázaton egy 2x45 perces műsor gyártási jogát nyertük meg. Ennek a műsornak az volt a címe, hogy Otthonunk Zugló. És ezt csináltuk tavaly évig. 2011-ben az önkormányzat felbontotta azt a 15 éves szerződést, amely én úgy érzem, hogy a munkánktól függetlenül történt. Az elmúlt 10 év alatt mi tényleg megpróbáltunk eleget tenni a kötelességünknek, és hogy ez mennyire sikerült, bizonyította, hogy egyrészt az önkormányzat részéről, másrészt viszont a lakosság részéről is elismerték ezt a munkát. De ugyanúgy dicsekedhetek most, hogy a szakma is elismerte. Tehát a Zugló TV név az ma is egy fogalom, és bárhova kerülünk, bárhol vagyunk, a Zugló TV-ről idáig még pozitívan nyilatkoztam. Azzal, hogy az önkormányzat fölmondta a szerződést, tulajdonképpen az önkormányzati műsornak a gyártását mondta fel. Ez azért érdekes, mert mi nem csak önkormányzati műsort készítettünk, meg készítünk, hanem 2003-ban elnyertük a közműsor szolgáltató címet is. Tehát nekünk nem csak a 2x45 percet kellett legyártani, hanem minimum 4 órát hetente. Ezt mi teljesítettük, és azzal, hogy megszűnt az Otthonunk Zugló című műsor, önkormányzati műsor, mi továbbra is közmédia vagyunk, és továbbra is szolgáltatunk műsort a kerület lakóinak, a kerület lakóiról. Hány fővel működött régebben a stúdió, ahhoz, hogy meg tudjunk ennyi mindent valósítani, és hány embert kellett elküldeni? A létszám változó volt, de 15-20 fő között. Hiszen jelentős mennyiségű műsort gyártottunk, hetente kimentünk 15-8-15, attól függ, hogy milyen hét helyszínre, mert az volt az alapvető feladatunk és elképzelésünk, hogy a Zugló életéről egy teljes keresztmetszetet próbáljunk adni. Tehát ha lehetett, ott voltunk az iskoláknál, sportrendezvényeken, de ott voltunk minden olyan kerületi eseményen, ahol a Zuglóval kapcsolatban történt valami. Nagyon jó kapcsolat volt az önkormányzattal is, hiszen az önkormányzati sajtós rendszeresen megadta, hogy mikor, milyen eseményeken szerepelnek az önkormányzati tisztségviselők, polgármester, alpolgármester, és mi ezeknek igyekeztünk eleget tenni. És hogy ez tényleg sikerült, bizonyította, hogy a polgármester váltásoktól, illetve a pártok állásától függetlenül elismerték, hogy mi eleget teszünk a médiatörvénynek, pártatlanok vagyunk, semlegesek, de nem csak ők ismerték el, hanem a lakosság is. Tehát több felmérés volt, és a lakossági felmérésekből is kiderült, hogy mi pártatlan
közmédiaként dolgoztunk, és szeretnék az elkövetkezendőkben is dolgozni. Most, hogy a stúdió nem kap már pénzt az önkormányzattól, most már lassan egy éve, hogy tudja magát egyáltalán fenntartani, és hány helyszínre tudunk eljutni? Gyakorlatilag azzal, hogy megszűnt a fő támogatónk, és nem szponzorál bennünket, ez azt jelenti, hogy el kellett búcsúznunk régi tapasztalt jó kollégáktól, hiszen nem tudjunk kitermelni annyi pénzt, hogy az ő fizetésük is legyen. Most maradt egy olyan lelkes szűk gárda, ez 6-7 fő összesen, akivel mi megpróbáljuk ezt a feladatot megoldani. Nem csak az önkormányzati eseményekre nem tudunk mindig elmenni, hanem a kerületben történő egyéb kulturális, iskolai, sport eseményeknél is meg kell válogatnunk, hogy hova jutunk el. Hiszen adott keretből próbálunk megélni. Nyilvánvaló önkormányzati műsort külön nem tudunk készíteni, de Zugló életével továbbra is foglalkozunk. A Zuglói Magazin című műsorunk kimondottan Zuglóról szól. Igyekszünk azért ott lenni az olyan eseményeken, és próbálunk abból rövid, illetve hosszú változatot, ami Zuglóról szól. Nyitottunk természetesen, ami azt jelenti, hogy nem csak Zuglóval foglalkozunk, hanem van egy műsorunk Együtt Európában, az Unióval foglalkozik, hiszen ez nagyon lényeges kérdés. Másrészt vannak olyan műsorunk is, mint például az Arckép című műsorunk, ami jelentős nézettséggel bír. Amióta fönt vagyunk az interneten, online is megnézhető a televízió, és nem csak a kábel tévén, jelentősen nőtt a nézettségünk, de ugyanez elmondhatom az Arcképnél, az utolsó 3 hónapban például 14 000-re nézték meg ezt a műsorsorozatot. Az elmúlt 10 év alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki a kőbányai Szent László gimnáziummal, akiknek a média szakos hallgatói rendszeresen járnak a zuglói eseményekre, és minden héten adjuk a Kamasz csatorna című műsort, a Kacsát, és nagyon sok zuglói eseményeken ott vannak. Ugyanígy elmondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával, akiknek a hallgatói készítik a Kirakó című műsort, és ebben a műsorban is nagyon sokszor Zuglóval foglalkoznak. Nagyon lényegesnek találom és érzem az oktatást. A Zugló televízióban rendszeresen folyik szakközépiskolások és főiskolások oktatása. Meggyőződésem, hogy ezt a televíziós szakmát ilyen kis televíziókban kellene megtanítani, és ezt mi igyekszünk is megtanítani a fiataloknak, és az elkövetkezendőkben is szeretném. Térjünk vissza a lakossági visszajelzésekhez. Hiányolják, hogy az önkormányzat életéről már nem hallanak annyi híreket. Ennek mi az oka? Amikor mi megkaptuk a felmondást, azzal párhuzamosan én megkerestem az önkormányzatot, hiszen volt egy jó fél év az átállásra, és több javaslatot is letettem az asztalra. Ennek a javaslatnak az volt a célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg föl nem készül a zuglói média szolgáltató, a lakosság ne maradjon önkormányzati tájékoztatás nélkül, illetve ugyanúgy megkapja. Ebben a javaslatban többféle alternatívát dolgoztam ki, hogy hogyan lehetne ezt az átmeneti időszakot megoldani. Ennek nyilván különböző költségkihatásai vannak és lettek volna. Sajnos a javaslatom nem talált értő fülekre, és nem kaptam rá választ. Ezt a javaslatot többször megismételtem, írásban is, és nem csak írásban, hanem aki nézi a Zugló televíziónak a műsorát, ott naponta elhangzik az, hogy mi nagyon örömmel és szívesen föltesszük az összes olyan jellegű műsorszámot, ami Zuglóval kapcsolatos. Így jelentkeztek már iskolák,
jelentkeztek egyesületek, akinek a műsorát föltesszük, de a önkormányzat ezt a lehetőséget mai napig nem veszi igénybe. Ugyanakkor pedig úgy érzem, hogy szakmailag meg vannak szólítva, de sem a polgármesterrel, sem az alpolgármester urakkal nem sikerült megegyezésre jutnunk, hogy az ő műsoruk is a Zugló Televízió műsorai között megjelenjen, természetesen feltüntetve azt, hogy ezt az önkormányzati médiaszolgáltató készíti. Na most, mivel nem kapunk önkormányzati támogatást, nyilvánvaló, hogy csak nagyon kevés eseményt tudunk az önkormányzatról továbbítani a lakosság felé, és én úgy érzem, hogy a lakossági tájékoztatás csorbul azáltal, hogy azokról az eseményeket, amelyet a médiaszolgáltató rögzít, viszonylag kevés nézőhöz jut el. A költségvetésen ott jártunk, és ott elhangzott, hogy több mint 200 millió forintot szánnak a médiaszolgáltatásra, és valami új stúdiót akarnak létrehozni. Miközben itt van ez a stúdió teljesen készen, a lakosság sem igazán érti ezt, hogy miért nem működik. Hát erre is sajnos nem tudok választ adni. Nyilvánvaló, hogy az illetékeseket kell megkérdezni. Én továbbra is megerősítem azt, hogy mi ezt a kapacitást, ezt a stúdiót fölajánljuk továbbra is az önkormányzatnak, és mi nyitottak vagyunk arra, hogy valamilyen együttműködést kialakítsunk az elkövetkezendőkben is. A későbbiekben is várjuk mindazoknak a segítségét, akik szívügyüknek érzik a zuglói lakosság tájékoztatását, és örömmel vesszük, ha intézmények, magánszemélyek megjelennek itt nálunk, és együttműködési készségüket kifejezik. Reménykedjünk abban, hogy a lakossági tájékoztatás minél szélesebb körül lehet talán a közeljövőben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.